66 millió forintba került, és ebből 50%-át hivatalosan átadták a pályázat keretében teljesen felújított 2-es és 5-ös számú körzet házi orvosi rendelőit. Horváth Riárd polgármester elmondta, az a célja a városvezetésnek, hogy a 60-iak megfelelő szintű szolgáltatásokat vessenek igénybe. Amikor az ember beteg, akkor azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben találkozik először az egészségügyi szolgáltatókkal, és pontosan ezért kiemelt feladatunk az, hogy az orvosi rendelők azok mindig rendben legyenek, és mindig megfelelő színvonalak legyenek. Ezért mi pályáztunk, és a pályázatunk nyert, és így összességében 66 millió forintból újult meg ez az orvosi rendelő úgy, hogy ez 50%-os intenzitású pályázat volt, ami azt jelenti, hogy a 66 millió forintból 33 millió forintot saját erőből tett hozzá az önkormányzat. Lestján Balázs alpolgármester rámutatott, hogy szükséges volt az épület felújítása, hiszen a rendelő hosszú ideje ugyanolyan állapotban volt. A rendelőt 1980-ban adta át az akkori városvezetés a betegeknek, és hát azóta ez komolyabb felújításon nem esett keresztül. És hát itt két házi orvosi körzet működik, ez azt jelenti, hogy itt több száz ember megfordul naponta, és hát nem mindegy, hogy az ide betérők, azok milyen körülmények között jutnak orvosi ellátáshoz. Az épületet akadálymentesítették, valamint megújult a bútorzat, és orvosi eszközökkel bővült a rendelők felszerelése. Mindemellett a helyiségeket szigetelték, lecserélték a padlóburkolatokat és a nyílászárókat, valamint korszerűsítették a gépészeti, a villamossági és a fűtésberendezéseket. A fűtés tekintetében pedig nagyon fontos kiemelni azt a tényt, hogy ez egy hőszivattyús fenkolos rendszer, ami már a megújuló energia egy bizonyos szegmensét teszi ki műszaki értelemben. Úgyhogy lényegesen olcsóbb lesz az épületnek a fűtése ezáltal. Az elektromos berendezések szintén energiahatékonyan működnek, az épület teljes egészében LED világítás van, a mosdók és a vizes blokk részein pedig nem találhatók kapcsolók, mert mindent mozgásérzékelővel lehet majd működtetni. A megújult rendelők várhatóan novembertől várják a betegeket, addig a rendelés a Bástya úti rendelőben folyik tovább.